Üdvözlök mindenkit, 2010. szeptember 15-e van, szerda éjszaka. Remélem mindenkinek sikerült éppen és egészségesen a nyaralásból, nyári nyaralásból visszaérkezni. Emlékeztek ugye a legutolsó blogban, nem tudom, hogy a megjegyzésre van ott alul olvasgatjátok-e, mint hogy annak idején felhívtam a figyelmeteket, légy szíves, olvassátok el, ha valamit angolul teszek be, akkor fordítsátok le, és ezeket az idézeteket érdemes, megéri lefordítani és értelmezni. Ugye USA dollár, japán yen long pozíciónk van, ugye két long pozíciónk van, az első az 86.47-nél lett felvéve, a másodikat azt néhány hétre rá 84.20 alatt vettem fel, ugye. Az USA dollár japán yen, azt tudnotok kell ugye, hogy a japán yen egy 15 éves csúcsot döntött, annyira sikerült erősödni az amerikai dollárral szemben. Na most, hogyha ilyen dolog bekövetkezik, hogy egy valuta ugye több mint 15 éves csúcsot sikeresen döntöget, akkor ugye eléggé, ha józan észre hallgattok és odafigyeltek, akkor ugye már magatoktól is rájöttetek, hogy nem szabad a japán yenre fogadni, tehát nem kellene, hogy valószínűsítsétek, hogy a japán yen továbbra is erősödni fog az amerikai dollárral szemben. Nagyon kicsi az esélye, és ugye az indikátorok, három indikátor, komoly indikátor is ezt mutatta már, ugye egy másfél hónappal ezelőtt, azóta van benne ebbe a 300-350 pipes csatornába ez a valóta pár, úgymond. Már másfél hónappal ezelőtt is bizony, júliusban is lehetett, tisztán lehetett már látni július végén, augusztus elején, hogy ez az árfolyam, ez bizony nem valószínű, hogy továbbra is lefelé fog menni. Na most ezt a következő blogban az egyik indikátort ezt kielemezzük és megnézzük. Addig is viszont folytatom ugye a túléléssel kapcsolatos mondandómat, hogy ebben a gyenge fiat money rendszerben mégis hogy a fenében lehet a legjobban elevickélni, vagy legalábbis a víz felszínén maradni. Emlékeztek, három csoportról beszélgettünk. A harmadik csoport volt a fémek, nemes fémek csoportja. Próbáltam kisebb, ugye, nem most állással bemutatni nektek, hogy mégis mire alapozom azt, amit mondok ezzel a két csoporttal kapcsolatban. Remélem, hogy ez sikerült. A második csoport volt ugye a nyersanyagok, alapanyagok csoportja, ami még ugye a fémeknél, nemes fémeknél is fontosabb csoport. A harmadik csoport következik, hát ebből a kis idézetből remélem, hogy már mindenki kitalálta, hogy mégis miről lesz itt szó, és ez bizony a legfontosabb, ez nem más, mint az oktatás, az education. Tehát, hogy ki mennyire képzett, ki mennyire hajlandó tanulni, és ki mennyit hajlandó tanulni, attól függően fog tudni a lehető legjobban elevickélni ebben a rendszerben, ebben az életben. Lehet, hogy valakinek nem mondtam újat ezzel a három csoporttal, lehet, hogy valaki esetleg nevet, vagy ledöbben tudja, hogy én itt semmi újat nem ajánlok. Hogyha ezt a ennek a háromnak a kombinációját egy átlagos ember, akinek van munkája és dolgozik, és ugye elkezdi kombinálni ezt a három csoportot együtt, akkor valószínűleg még békeidőkről beszélünk, tehát békeidőben az anyagi helyzete nem fog tovább romlani. Na most, ez azért is fontos ez a csoport, mert erről egy kicsit többet kell beszélnem, ugye. 90-es évektől fogva a liberálisok egyre inkább átveszik Magyarországon is az uralmat az oktatás rendszer fölött. És ez mihez vezetett? Ez ahhoz vezetett mára, ugye, hogy a diák tesz úgymond szívességet a tanárnak, hogy bemegy az órára és hogy egyetlen csendben marad, vagy meghallgatja a tanárt az órán. Ugye ez eléggé viccesen hangzik, ez az én véleményem, hogyha egy kicsit jobban utána jártok, akkor meg fogjátok látni, hogy bizony, különös az utóbbi egy évtizedben ez az iskola rendszer, ez a tanítási rendszer, ez egyre inkább abba az irányba megy el, mint amilyen irányba ugye sok-sok év, jó néhány évtizeddel ezelőtt az amerikai vagy az angol oktatási rendszer már elment. Mire is gondolok itt, ugye
nem tudom, láttatok azt a filmet a Elizabeth Hurley-vel és a Brendan Fraser-rel, nem tudom, jól mondom a hölgy nevét, remélem jól ejtem a hölgy nevét, amikor ugye abban a vadító miniszoknyában, ugye mint az ördög, ugye, ő játssza az ördög szerepét, ugye ott áll a tábla előtt, és az osztálynak osztja az észt elemi erővel, ugye, ugye, hogy mondja, hogy hát 1863-ban a franciák is megtámadták az angolokat, miért kell ezzel foglalkoznunk nekünk? Fene vigye el, hogy a franciák 1863-ban mit csináltak az angolokkal, nem biztos, hogy jól idézem, mert nem emlékszem pontosan, de a lényeg az volt, hogy mondta a gyerekeknek, hogy felejtsétek ezt el, nem kell nektek ezt megtanulni. Gyerekek nagy örömére persze. Utána egyből előjött azzal, hogy és a német, és az angol, és a francia nyelv megint csak előhozta, hogy mi a fenéért kellene nekünk itt németet, vagy franciát tanulni, vagy akármilyen nyelvet is tanulni, hát angolul már mindenkinek kellene tudni beszélni, ugye hát az angol az egy világnyelv. Erre természetesen az osztályban megint nagy volt az üdvribalgás, ugye a gyerekek nagyon élvezték az ördög, a hölgy előadását. Na most körülbelül ugyanez játszódik le napjaimban is, és az utóbbi egy évtizedben, 10-15 évben legalábbis Magyarországon. Tehát egyre inkább e felé megy el a rendszer, amit most kicsit jobban meg fogunk nézni. Nézzétek meg az amerikaiak, hogy hogy állnak, ugye. Na most ez a táblázat, ez egy átlagos személynek a jövedelmét, éves jövedelmét méri, ugye, képzettségéhez mérten. Na most tisztán láthatjátok. Alapangollal is menni fogom, vagy akár egy szótárral is. 5 perc alatt láthatjátok, kitalálhatjátok, hogy ugye, hogy akinek egyszerű high school-ja van, azaz érettségie van, semmi extra, az ugye jóval kevesebbet keres, mint az, aki valamilyen egyetemet végzett. Ott láthatjátok felírja, hogy some college. Valamilyen egyetemet vagy főiskolát végzett emberkének ugye már magasabb a jövedelme. És hogy mentek ugye jobbra, láthatjátok, hogy aki doktorok, ugye aki tovább tanult még esetleg egyetem után is, és még jobban képezte magát, ugye annak egyre jobban nőtt a fizetése, vagyis hát egyre magasabb a fizetése, az átlagot veszük ugye ebben az esetben. Na most egy másik táblázatot láthatok, ez is ugye amerikai, mind Amerikából van ugye, mert ez nem Magyarországról beszélünk jelenleg. Ezt a táblázatot is láthatjátok ugye, hogy a matematika terén az amerikaiak ugye eléggé lemaradva, látjátok azt a vonalat, az a fekete vonal, az az average, az az átlag. Na most, hogyha jobban megnézitek, akkor láthatjátok, hogy a United States, az Amerika Egyesült Államok bizony az alatt a vonal alatt marad oktatásban. Tehát a gyerekek, ha az átlagot nézzük, az átlaga nem üti meg egyszerűen a világ átlagát, amint látjátok, matematikáról beszélünk persze, amint láthatjátok, Hongkong áll az első helyen, hát hogyha valaki itt megint csak nevetne, ugye, mert nem tudja esetleg, hogy mi a pálya Hongkonggal, akkor nyugodtan utána lehet nézni, hogy Hongkong milyen színvonalon van jelenleg ma a világon, nem véletlenül. A harmadik táblázat ugye pedig, ugye, ami Magyarországon is történik, láthatjátok, ugye az 1970-71-es az a legkisebb bár, az a kis téglalap, ugye. Ott jobbra az a legmagasabb, az pedig a 2004-2005-ös, ugye ez már elég hosszú. Most ez mit mutat, mit szeretne bemutatni? Itt az a lényeg, ugye, hogy Magyarországon is ugyanez a helyzet, ugye, hogy minél drágább az oktatás, sokkal drágább az oktatás, és sokkal gyengébb az oktatásnak a színvonala. Tehát évről évre, ahogy megyünk, az oktatás drágul és drágul és drágul, és a színvonala egyre jobban esik. Erről többet szerettem volna beszélni, de sajnos nincs időm jelenleg, úgyhogy meghagyjuk majd esetleg a jövőre. De a következőkben többnyire csak elemezni fogunk chartokat, megnézünk beszállókat, és különböző indikátorokat fogunk vizsgálni. Köszönöm figyelmeteket, üdvözöllek benneteket újra. Viszlát!